Ebben a leckében egy panorámaképet fogunk elkészíteni, több apró képet fogunk összefűzni. A Photoshop erre lehetőséget biztosít, teljesen automatizált folyamattal. A File menü, Automate fül, Photo Merge fülre kattintva megkapunk egy ablakot, ahol ki tudjuk választani, hogy milyen módon szeretnénk összefűzni ezeket a képeket. Általában az automata beállítás ez teljesen jó eredményt szokott hozni, főleg a panoráma képek esetében, de itt lehet többféle beállítást alkalmazni, egy ilyen lencsetorzulásos beállítást, egy responsív beállítást, egy kollázs jellegűt, és egy szférikus torzulás jellegű beállítást is, attól függően, hogy mit szeretnénk elérni végeredménynek. Ez a responsív beállítás a képeket mindenféle torzítás nélkül teszi egymás mellé, a lehető legtöbb képpont illesztésének figyelembevétele mellett. Ahhoz, hogy a panoráma képeket be tudjuk hozni, azzal a Browse fülre rá kell kattintani, és ki kell választani azokat a képeket, amiket szeretnénk összeilleszteni. Shift gombbal kijelöljük, leokézzük, itt meg is jelenik az a pár darab fájl, amit kiválasztottunk, illetve tudjuk ellenőrizni, benne van minden kép, amit szerettünk volna. Ha ez igen, teljesült, OK gombra rákattintunk, és szépen a Photoshop egyenként elkezdi behívni ezeket a képeket. Majd a folyamat végén elkészít egy nagy layert, amire ezt az 5 darab képet, az én esetemben 5 darab képet egyesíteni fogja. Ez akár több percig is eltarthat, egyes számítógépek esetében még órát is igénybe vehet. Rendkívül memóriaigényes feladat, függ természetesen a számítógép mellett a kép méretétől is. Minél nagyobb képekkel dolgozunk, ez annál időigényesebb folyamat. Elkészült a panoráma képünk, azonban látjuk, hogy a szélei hullámosak, mivel a szoftver ahhoz, hogy ezeket pontosan össze tudja illeszteni, torzítania kellett. Ahhoz, hogy a kép széle egyenes legyen, ezt körbe kell vágnunk, de előtte a rétegeket egyesítenünk kell. A rétegműveleteknél alkalmazott ismereteinket elővesszük, a rétegfűre kattintva, a merge layers, az a layerek egyesítése fűre kattintva, a képek egy réteggé álltak össze, jól látjuk, hogy már csak egy rétegünk van, és a crop eszközzel szépen kivágjuk a kívánt kép arányt. Én kicsit tolok rajta, a lehető legtöbb képrészlet legyen benne, viszont arra figyelni kell, hogyha szélességében, magasságában változtatunk a kivágáson, nehogy kicsúszunk a kép által megengedett területből. Meg azt is figyelembe kell venni, hogy melyik részekből érdemes elvenni, és egy kicsit nagyobb teret láttatni, és melyik részek anyagolhatók el a képből. Ha megfelelő, egy Enter gombot nyomunk, és elkészült a képünk. Ennek a képnek a színén, színhőmérsékletén, színezetén szeretnénk változtatni, erre is van lehetőségünk, ezt pedig az Image menüpontban tudjuk változtatni. Itt például az Adjustmentben egy ilyen lehetőség, én legtöbbet ezt szoktam használni, ez a Cruise fül. Itt kapunk egy histogramot, egy histogram görbét, amely egy XY tengely által határolt. Az X és az Y tengely mentén világosítani, illetve sötétíteni lehet. Ez sokkal egyszerűbb és gyorsabb megoldást ad, mint a többi beállítás, és finomabb mozdulatokkal lehet a képünket a kívánt színűre hangolni, illetve árnyalatúra hangolni. Az alapbeállítás jelen esetben nekem most elég lesz, ha elnyerte a tetszésünket, egy OK gombra kattintva megkaptuk a végső eredményt. Azonban, ha nem színes képet szeretnénk, hanem mondjuk fekete-fehéret vagy szürkárnyalatosat, vagy ott esetben szépiát, akkor szintén az image fül mögött kell kutakodnunk. Adjustment, és létezik egy ilyen, hogy black and white. Ha erre kattintunk, megkapjuk a szürkárnyalatos képünket. Azonban, ha mi nem a feketével, hanem egy másik színnel szeretnénk a sötét színeket megjeleníteni, erre is lehetőséget kínál a Photoshop. Ezt a tint fület be kell kattintani. Itt alapvetően ez a
ez a szépia jellegű árnyalat fog megjelenni, de ezen tudunk változtatni. Itt a színezet csúszkán állítva Kelvin fokba meg tudjuk adni az adott színhőmérsékletet. Én maradok az eredeti értéknél, a szaturációnál pedig lehet állítani ennek a színnek a telítettségét. Mennyire legyen telített és mennyire telítetlen értékű. Nagyjából ez a 24%-os érték, ez most megfelelő lesz ahhoz, hogy ez a kép normálisan nézzen ki. Ha ez elnyerte a tetszésünket, akkor egy OK gombra kattintva elkészült a kívánt képünk. Kutakodhatunk azonban előzőleg beállított értékek között is, például a kék szűrő, sötét szűrő, zöld szűrő, ezek mind-mind fekete-fehérre vonatkozó értékek, de ennek adunk egy színezetet, már is sokkal jobban fog kinézni. OK-ra kattintva elkészült a képünk. Ezek a foltosodások azért jelennek meg, mert a képnek nem megfelelő a színezetbeli felbontása, de nem kell aggódni, a kimeneti fájlunkban valószínűleg ez nem fog szerepet játszani. Ha túlságosan nagy kontrasztbeli eltérést erőltetünk rá egy képre, akkor sajnos ezek maradandó változások lesznek a képen, és ezeket sehogyan máshogyan nem tudjuk eltüntetni. Vonjuk vissza az eddigi munkánkat, és nézzük meg, hogy gyengébb változtatások mellett mennyire fog ez megjelenni, illetve mennyire nem. Image, Adjustment, Black and White. És így már eltűntek ezek a szigetszerű foltok. Erre érdemes odafigyelni, nagyon zavaró tud lenni, hogyha a képen ott marad. A képet elkészítve nyilvánítjuk, akkor mentésre kerülhet sor. Ha azonban szeretnénk ennek egy keretet adni, akármilyen színűt, valamilyen módon, legegyszerűbben úgy tudjuk megtenni, hogy az Image fülnél a Convas, azaz a háttér befoglaló méretét megnöveljük. Ha az Image Size-ot növeljük, akkor az a kép méretét változtatja meg, hogyha a Canvas Size-ot növeljük, akkor pedig a háttér mérete változik meg, a kép mérete változatlan marad. Fontos azt tudni, hogy ha egyenlő arányú befoglaló vagy keretet akarunk beállítani a képen, akkor szélességben, magasságban és egyenlő arányban kell változtatnunk a hátteret. Én szeretnék körbe ráadni erre a képre mondjuk 4-4 centi fehér kontúrt. Akkor a 99-hez, illetve a 25-hez hozzá fogunk adni 8 centit. 99 meg 8, 107. Szerint meg 8, 33. És megkaptuk ezt az értéket, ezt a szép fehér keretet, és ezt ki is tudjuk tölteni adott festőszínnel. Jelen esetben fehérrel. Megkaptuk az összefűzött képünket, aminek megváltoztattuk a színárnyalatát, adtunk neki keretet, körbevágtuk, és el tudjuk menteni. Ha a nevünket rá szeretnénk írni, akkor pedig egy szövegfűre kattintva egy négyzetet beteszünk. És beírjuk, hogy tájképe. Tájkép. Szerkesztés visszavonás. Túlságosan nagy volt a betűméret. Betű. Kiválasztunk egy mondjuk 30 képpont értéket.
De húzunk egy négyzetet, és beírjuk, hogy tájkép. Tájkép. És azt mondjuk, hogy ez legyen egy kondenzid értékű, és legyen egy sharp. Betűmérete pedig legyen 60 képpont, és a befoglaló formáját is megváltoztatjuk. Ránagyítunk, és elkészült a képünk, amelyen egy felirat is található. Köszönöm a figyelmet!